Schiffer András a vendégünk, jó estét kívánok! Mindjárt beszélünk erről a jóvátételi adóról, hogyha egyáltalán arról egyeztettek, de hát azért egy nagyon fontos gondolattal hagytuk abba Paul Lendvaival, és ezt a gondolatmenetet egyébként meg már tegnap előtt is elkezdtük, meg sokkal korábban. Van esély arra, hogy az LMP, látva akár a civil mozgalmat, látva azt, hogy az MSZP most már Gyurcsány Ferenc nélkül van, aki önöknek ugye sosem volt túl szimpatikus politikai szereplő, hát hogy valamiféle összefogásra hajlandó lesz a 2014-es választásokon? Az LMP arra készül, hogy 2014-ben úgy küldje el a Fidesz-KDNP kormányzást, hogy közben nem történik meg az erkölcsi rehabilitációja annak, ami 2010 előtt történt, és az LMP arra készül, hogy egy ökopolitikai programot valósítson meg 2014 után. Mi ehhez természetesen várunk partnereket, a parlamenten belül nem láttunk partnereket. Milyen egy ökopolitikai 2010 előtti erkölcsi rehabilitáció, ez most hogyan ide? Hát nézze, egyszerűen arról van szó, hogy az LMP 2008-ban alakult meg. Igen. Nagyon világossá tettük, hogy szemben állunk azzal a politikával, amit egyébként a 2010 előtti kormányok megvalósítottak. Tehát én azt gondolom, hogy politikai szövetségeket politikai célok, politikai programok mentén szoktak összehozni. Még egy szimpátia, antipátia. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen lényegtelen szempont, hogy kinek ki a szimpatikus. Nekem történetesen Bajnai Gordon nagyon szimpatikus, ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy az a kormányzati politika, amit ő megvalósított, az, hogy mondjam, sokkal inkább előképe annak, amiben Orbán Viktor tavaly júniusban belevágott, aminek tengelyében az egykulcsos adórendszer áll. Igen, mert a Bajnai... Mindenki, aki nemzetközi szinten is azt a válságkezelést elismerte, aki, az tévedett? Tehát, engedi, végigmondom. A Bajnai kormány alatt hozták meg azokat a szabályokat, ami alapján, hogyha nem történik kormányváltás, már 2011-ben az akkor meghozott szabályok alapján 10 emberből 9 egy kulcssal adózott volna. Ez semmi hiba nincsen, ettől még Bajnai Gordon egy tiszteletre méltó figura. Egész egyszerűen az van, hogy más gondolunk a világról. Ez nem probléma, erről szól egy többpárti parlamentáris demokrácia. De az még progresszív adózás lett volna, tehát ami miatt most önök is kritizálják az egykulcsos, a Fidesz által létrehozott egykulcsos adórendszert, az pont az, hogy az alacsony jövedelműeknél kevesebbet hagy, és a magasabb jövedelműeknél sokkal többet hagy. A Bajnai Gordon által 2011-re megálmodott adótörvények, és ennek már volt előjel ugye 2010-ben is, tehát azért azok progresszív módon hagytak igen, volna az embereknél. Igen, de súlyos elmozdulást jelentett az egy kulcs irányába. A másik, hogy amikor az LMP bemutatta a költségvetési alternatíváját pár héttel ezelőtt, nagyon világossá tettük számokkal alátámasztva, hogy ha és amennyiben feltéve, de hát megengedni is nem áll módunkban ezt, hogy a mi költségvetési alternatívánkat fogadja el a parlament. Ebben az esetben 2012-ben az LMP elképzelései szerint az alsó három jövedelmi ötöd nem csak az Orbán-Matolcsi féle gazdaságpolitikához képest, de a Gyurcsány, illetve a Bajnai kormány, tehát a 2009-2010-es költségvetéshez képest is jobban járna. Gyurcsány Ferenc, tehát az MSZP így ilyen formán nem nyilatkozott most, Gyurcsány Ferenc viszont igen a demokratikus koalíció platform kiválásával, hogy 2014-ben itt ellenzéki oldalon nagy összefogásra van szükség, látva a készülő választójogi törvényt, meg főleg kispártoknak egyenként kicsi esélyük lesz, és abszolút önökre is gondolt, tehát hogy nem csak gondolt, mondta is, tehát hogy LMP-vel is. Önök részéről viszont ez teljesen kizárt egy DK-val, vagy egy DK-val és MSZP-vel való összefogás? Teljesen ki tudom zárni, tehát számomra, és ezért is vágtunk bele a politika csinálásba, a politika politikai elvekről, politikai programokról, politikai célokról szól. Még tehát akkor is, ezzel a Fidesz támogatják. Elnézést, hogy fejezem be, nem nagyon tudok azzal mit kezdeni, hogyha bizonyos politikai szereplők számára a hatalom és a hatalomra jutás van mindennek felett. Számunkra a hatalom az egy eszköz. Politikai programokról, politikai célokról lehet beszélni, és természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy valakik egyébként, amikor kormányzási lehetőséget kaptak, mit tettek. Mi arra készülünk, hogy 2014-ben a Fidesz-KDNP pártszövetséget elküldjük a kormányzati hatalomból. De nem lesz ahhoz erejük, hogyha az erőiket szétaprózzák. Tehát nem aprózzuk szét, az LMP nem aprózza szét az erejét, az LMP nem az LMP, van, hanem hogy lesz az... LMP, meg ilyen párt, meg olyan párt, meg olyan párt, akkor nincs esélye. Az LMP egy önálló párt, még akkor is, hogyha ez
sokak számára egy zavaró tényező, az LMP egy önálló párt, mióta létezünk, hol elhallgattatással, hol pedig különböző szövetségeknek a felvetésével, az ellenfeleink értésünkre adták, hogy nekik nem tetszik az, hogy az LMP egy önálló ökopolitikai erő, ez így fog maradni. De múltkor meg pont az önök javaslata volt Karácsony Gergely révén, ez a bizonyos technikai koalíció összeállása, tehát az csak arra az egy forgatókönyvre volt érvényes? Az egyrészt erre az egy forgatókönyvre, de hát akkor beszéljünk világosan itt a... választási esélyekre. Arról van szó, és ezt én akkor ugyanebben a műsorban is elmondtam, meg Karácsony Gergő is, hogy pontosan azért, mert ez egy, ha úgy tetszik, pervers koalíció, tehát annyira abszurd, hogy a három parlamenti párt együtt induljon, hogy ez lehetőséget teremt arra, hogy optimalizáljuk a szavazótábort. Egyébként, hogyha ezt a nagyon szélsőséges és extrém esetet nem nézzük, azt kell látni, hogy ahhoz, hogy a Fidesz-KDNP-t kaptak 2.700.000 szavazatot. 2.700.000 szavazatból szerintem nem túlzás azt állítani, hogy 6-700.000 olyan szavazó van, aki korábban egyébként 2002-2006-ban a barikád túloldalára szavazott. Ahhoz, hogy le lehessen győzni Orbán Viktort, a 2.700.000-es tábort kell apasztani. Ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha kellően színes ellenzéki kínálat van. Ez egy rendkívül heterogén, tábor, pontosan. Nézzel, én azt szeretem, hogyha nyíltan beszélünk. Hogyha a különböző pártok együtt indulnak egy választási szövetségbe, akkor egy alternatíva van. Ha külön megmérettetik magukat, akkor van egy kellően színes olyan ellenzéki kínálat, hogy bárki, aki korábban a Fideszre szavazott, vagy mondjuk a Jobbikra csak szavazott, akkor, de én azt gondolom, hogy lehet kormányt váltani. Na, fogunk még erről 2014-ig beszélni, sokszor az egészen biztos. Most beszélünk erről a mai egyeztetésről. Most jóvátételi adó lesz, vagy nem lesz, vagy arról most már nem is beszéltem, az első bejelentés arról szólt, hogy ez egy jóvátételi adó, tehát valamiféle többletet fizetnek a régi MSZMP valamiféle tisztségviselői, tehát ma kiderült ebből valami? Hát túl sok nem, bár én jeleztem azt, hogy az LMP abban a konstrukcióban, hogy itt egy újabb adónemet vezessenek be, nem lesz partner, mert azért az elmúlt 15-16 hónapban megtanultuk azt, hogy a fideszes trükk az mindig úgy kezdődik, hogy a farkas a lábát az csak beteszi az ajtórésbe, és utána jön tovább. Tehát már több olyan fideszes trükkön vagyunk túl, hogy választanak egy meglehetősen népszerűtlen társadalmi csoportot, őket ilyen vudubábuként használják, és akkor ezen keresztül pedig kinyitják Pandora szelencét. Hogy világosan fogalmazzak, attól tartunk, látva, hogy a korengedményes nyugdíjak elvételénél mit művelt a Fidesz ugye májusban. Ott is olyan nagyon könnyű volt azt megkérdezni az emberektől, hogy akarjátok-e azt, hogy 42 éves életére erősen dörök nyugdíjba megy. Pontosan, és ezzel a demagógiával, vagy ott volt a 98%-os adó a pofátlan végkielégítések. Hát persze, hát senkinek nem volt szimpatikus az, hogy a BKV-nál hatalmas pénzeket kitalicskáztak, csak éppen rájuk. Hát a törvény pont rájuk nem vonatkozott. Most is ugye miről van szó? Persze, tehát az, hogy Biszku Béla vagy a még életben lévő MSZMP főmuftik magas nyugdíjat kapjanak, ez nyilvánvalóan nem egy népszerű történés. Viszont attól tartunk, hogy ha itt ezen a ponton megszegjük azt az elvet, hogy a nyugdíjak nem adóznak, akkor innentől kezdve csak egy lépés az, hogy a Fidesz akkor, amikor már totál tartatatlanná válik az egész gazdaságpolitikája, a nyugdíjakat is megadóztassa. Ebben mi beleállunk. Egyébként jövőre gyakorlatilag adózni fognak a nyugdíjak. Jó, szóval ebben nem kívánunk segítkezni. És szerintem nem lesz ellenzéki párt, amelyik ebben segítkezni a Fidesznek. Tehát azt mondtuk, hogy az erkölcsi problémát értjük. Tehát tényleg tarthatatlan helyzet az, hogy olyanok, akik megszenvedték 56-ot, és itt most nem csak a súlyos börtönbüntetésre ítéltekre gondolok, hanem azokra is, akiknek viszonylag fiatal korukban a rendszer elvágta a felemelkedés, a továbbtanulás lehetőségét, minimális jövedelmük van időskorukra, miközben azok, akik ténylegesen döntéshozói helyzetben voltak, akár 56-ban, akár később, azok meg hát jóval átlag fölötti ellátást kapnak. Ez egy erkölcsi probléma, ez azt mondtuk, hogy ezzel foglalkozni kell. Ez egy olyan szűk kör, tehát a nyugdíjbiztosítás... Hát ez attól függ. Ez attól mitől függ? Hát az, hogy hogyan húzzuk meg a kört. Még egy vitánk hát volt. Tehát hogyan húzzuk meg a kört valóban? Volt, tehát melyik, igen. Én azt képviseltem ott, amikor ott Lázár Jánossal vitatkoztunk, hogy mérjünk egyenlő mércével. Tehát az az LMP-nek nem elfogadható, hogy itt ugye személyenként döntsünk, mert abból az lesz, hogy a fideszes kommunista jó kommunista, a többi kommunista nem jó kommunista. Hát mérjünk egyenlő mércével, mi azt mondjuk, hogy rendben,
De akkor nézzük meg, hogy ki volt miniszterhelyettes, kik voltak központi bizottsági döntéshozók, és lehet, hogy a Kossuth téri színpad Orbán Viktor mögött az bele fog esni a szórásba. A alkotmányos szempontból ott látok én egy óriási több probléma csapdát, van alkotmányos szempontból. Igen, de egy csapda helyzetet, hogy itt nem arról van szó, vagy pillanatnyilag nekem legalábbis Gulyás Gergely képviselő nem tudott erre konkrét bizonyítékot mondani, csak ilyen vannak erről hírek, hogy ezek az emberek nem az MSZMP által kiutalt, megállapított, nem tudom milyen kimagaslóan magas nyugdíjban részesülnek, hanem maga a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetője nyilatkozta, hogy ők azért kapnak valami 22-tel magasabb nyugdíjat, mert hogy 50-70 éves munkaviszonyuk van, és törvény szerint ennyire jön ki, mire megállapítják. Nagyon zavaros a helyzet. Mi egy olyan javaslattal álltunk elő, hogy nézzük meg, hogy melyik az az érintett döntéshozói kör, akik tényleg felelősséggel viselnek a diktatúra működtetéséért. Ha ők ebben a pozíciójukban átlagkereset felett kerestek abban az időszakban, ami beszámít a nyugdíjukba, akkor tessék erre tekintettel újra megállapítani a nyugdíjukat. Mi azt képviseltük, hogy alkotmányos megoldást kell találni mindenképpen, egy olyan megoldást kell találni, ami nem szül újabb igazságtalanságokat. Tehát az állampárt arról szólt, hogy a pártaparátuson belül is láttak el közhatalmi feladatokat, vagy a kisaparátuson belül. Tehát az nekünk nem pálya, hogy úgy mondjam, hogy valaki programszervezőként dolgozott egy megyei kisbizottságon, azt meg ráncigáljuk, de valaki mondjuk állambiztonsági tiszt volt, vagy miniszter helyettes volt, mint mondjuk a jelenlegi köztársasági elnök, és ő pedig nem esik bele, holott döntéshozói pozícióban volt, tehát egy igazságos megoldás kell, és azon kívül egy méltányos megoldás kell. Én úgy láttam, hogy ebben egyébként a Fidesz részéről van hajlandós, van érzékenység, tehát semmiképpen sem lehet ennek megtorlás jellege. Lesz még egyeztetés? Vagy folytatják? Erről nem hát én azt gondolom, hogy előbb-utóbb biztosan. Akkor még előbb-utóbb. És hát reméljük, hogy azért más témákban is lesz egyeztetés. Elmondjuk, hogy mire jutottak. Köszönöm szépen, hogy köszönöm itt szépen. Volt. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Maradjanak továbbra is velünk. Azonnal kezdődik a Civil a pályán, Havas Henrikkel. Viszontlátásra.